A Nemzeti Filharmonikusok Zenekar Kamara csoportja adott koncertet legutóbb Kaposváron. Köszöntöm a Génius nézőit. Mai adásunkban a zenekar elmúlt 100 évéről is beszélgetünk. Ezen kívül Bősze Ádám legújabb előadására is ellátogatunk. Kiderül, milyen műveket énekel a Kaposi Mór Oktató Kórház énekkara és az 1956. november 4-i gyásznap kaposvári vonatkozásait is megismerhetik. Ezekkel a témákkal várom ma Önöket. Tartsanak velem! Száz éves a Nemzeti Filharmonikusok Zenekar, a jubileum alkalmából az együttes művészei országszerte ingyenes koncertekkel ajándékozzák meg a közönséget. Október 17-én Kaposváron az Evangélikus templomban a többi között Telemann, Vivaldi és Mendelssohn műveit hallhatták. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar Magyarország vezető szimfonikus zenekarainak egyike idén ünnepli fennállásának 100 éves jubileumát. A zenekar a jubileumi évadot 2022 őszétől új főzeneigazgatója Vashegyi György irányításával indította. A Somogyi Vármegye székhelyen még a Purcell kórus és az Orfeó zenekar dirigenseként találkozhattak a zenebarátok Vashegyi Györggyel a Filharmónia bérlet egyik hangversenyén. Az Evangélikus templomban a múlt héten adott koncertet a centenárium alkalmából a zenekar tagjaiból álló kamara együttes. A célja ennek a sorozatnak az, hogy olyan helyekre is elvigyük a Nemzeti Filharmonikusok művészei által képviselt zenét, ahova amúgy a nagy zenekar nem tudna eljutni, ugye mi vagyunk 91 néhányan, na most ilyen kisebb kamara csoportokra oszlottunk, 5-6 fős, 8-10 fős, ki ahogy szeretné, és egészen a 1500-2000 fős falutól kezdve viszonylag nagyobb városokig. Talán kevesen tudják, hogy az Evangélikus templomban elhangzott műsort az a pap Dániel állította össze, aki városunk szülötte, és édesapja pap Tibor a zeneiskolának volt a hegedű tanára. Felvételt nyertem 2002-ben a filharmonikusokhoz, én azóta ott vagyok, és nagyon jól érzem magam, úgyhogy így kerültem oda. Megalapítottuk közben a kamarabérletünket, aminek szintén egyrészt ez a célja, hogy vidékezni is tudjunk, vidékre is tudjunk velük menni. Másrészt a zenekaron belüli egyéni megnyilvánulásokat tudjuk megmutatni a közönségnek. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar az elmúlt évtizedekben mintegy 40 országban közel 330 külföldi turnékoncertet adott. Az együttes rendszeresen visszatér többek között Franciaországba, Japánba, Németországba, Romániába, Spanyolországba, Szlovákiába és Szlovéniába. Az utóbbi években pedig felléptek Bogotába, Isztambulban, Dél-Koreában, Kínában és Svájcban is. A városunkban előadott ingyenes koncerten főleg kamaradarabokat hallhatott a közönség. Mindenképpen kamara darabokat szerettem volna hozni, de egy picit bővebb formációban. Ez azt jelenti, hogy nem egy ember egy szólamot játszik, hanem itt már kettő, illetve plusz egy nagybőgő. Két darab az adott volt az én ötletem szerint. A második és a harmadik darab, a második egy Vivaldi két hegedűre és csellóra írott versenyműve, illetve a harmadik az a Mendelssohnnak az utolsó vonós szimfóniája, amit egyébként 14 évesen komponált. Az apropója ennek a két darab összerakásának annyi, hogy ugyanaz a téma, zenei téma megtalálható mind a két darabban, noha van a kettő között 100-150 év körülbelül, és ez elé, a két darab elé szerettem volna egy olyat, ami jó nyitó mű lehet egy koncerten, és ezért választottam Telemann Szimfónia Spirituosa című darabját, amit szintén így 9-en fogunk előadni.
A koncertnek helyet adó evangélikus templom közösségének igen mély kapcsolata van a komoly zenével. A világ evangélikussága igen szoros kapcsolatban van a komoly zenére. Gondoljunk például Johann Sebastian Bachra, aki evangélikus és rengeteg egyházi művet írt egyházunknak. Ezt a hagyományt próbáljuk itt Kaposváron is megőrizni. Minden évben rengeteg komoly zenékoncertünk van. Rákász Gergely például nálunk szokta az urgonaművészi előadását tartani. Adventben mi magunk szoktunk helyet adni, és a saját kamarazenekarunkkal, énekkarunkkal, könnyűzenei csapatunkkal is egy adventi koncertet előadni. És hát mindemellett az Isten tiszteleteken ugyanúgy az orgona hangja mellett szoktunk mind komolyabb, mind könnyedebb egyházi dallamokat énekelni, de csak az Isten tiszteletet is szoktuk néha hegedűvel, a kamarazenekarunk segítségével is kísérni, úgyhogy nem engedjük el, és reméljük, hogy a következő és az azutáni nemzedékek is megőrzik az evangélikus egyház és a komoly zene elválaszthatatlan viszonyát. A jubileumi évben a zenekar menedzsmentje 100 évesek vagyunk címmel honlapot készített, izgalmas tényekkel, dokumentumokkal és fotókkal a zenekar történetéről. Mozart szerelmi életét vette górcső alá Bősze Ádám legutóbbi kaposvári előadásán. A zenetörténész azt mondja, szereti városunkat, hiszen a közönség nyitott és imádja a komoly zenét. Mozarték, Wolfgang és Nannerl egészen más szempontból és normális szempontból voltak csodagyerekek, de mégis olyat tudtak, amit más nem. Teltház várta Bősze Ádám legutóbbi előadását a K központban. A komoly zenét és az abban alkotó szerzők életét feldolgozó előadás sorozatai közül most Mozart szerelmi életét ismertette meg a hallgatósággal. Nagy zenészek, nagy szerelmek, Mozart, ez a mai előadásnak a címe. És amikor ezt az előadást, azt hiszem ez volt, pontosan ez az epizód ment egyszer Pécsett, és nagyon tetszett az embereknek, és az előadás után odajött hozzám egy idősebb úr, és azt mondta, hogy nagyon köszönöm Ádám ezt az előadást, de mondja már meg nekem, hogy ennek az egésznek mi értelme. És rájöttem arra, hogy tulajdonképpen semmi értelme nincs. Legalábbis abban a tekintetben nincs, hogy azzal, hogy egy zeneszerzőnek a privát életét megismerjük, azzal a műalkotásaihoz hát nem igazán fogunk közelebb jutni. Nem úgy, mint az irodalomban, ahol ugye a nyelv az sokkal közérthetőbb, sokkal nagyobbak az könnyebbek az áthallások, az ennél elvontabb. De ez a mostani előadás, ez arról szól, hogy egy kicsit Mozartot, Wolfgangot és az ő nővérét, Nannert jobban megismerhetik a hallgatók a 18. század második felének zenei életét Bécsben vagy Salzburgban, megismerhetik azt, hogy miért is vonzódtak az emberek a csodagyerekekhez, megismerhették azt, hogy egyáltalán a házasságról milyen felfogások volt, nem beszélve arról az iszonytató méretű gyermekhalandóságról, ami akkoriban jellemezte a társadalmat. Tehát egy csomó kultúra és zenetörténeti információt szeretnék átadni szórakoztató formában úgy, hogy esetleg, ez egy komoly zenei esemény végül is, hogy esetleg még az emberek nevethessenek is. Tehát egy kicsit szeretném ellazítani az embereket, hogy attól, hogy valami komoly zenéről szól, nem kell hihetetlenül merevnek lenni. Mindegy ilyen színházi, mindegy filmbeli megközelítés, mindegy ilyen előadás Mozartot, mint az embert mutatja be nekünk. És ezzel az a fajta márványszobor kép, ami a zeneszerzőről bennünk van, hogy ó, a nagy isteni Mozart, hol vagyok én halandó hozzád képest, valóban az alkotásai tekintetében óriási a különbség a kisember és ő közötte, de azért sokkal inkább a barátom lehet azzal Mozart, sokkal könnyebben tudok vele társalogni, mint hogyha csak egy ilyen, nem tudom, hamis pátosszal tekintenék rá. A zenei polihisztor a mostani előadás előtt is fontosnak gondolta, hogy beszéljen arról, hogy a komoly zene nem egy megközelíthetetlen, csak kevesek számára elérhető műfaj, és a napjainkban a komoly zenében tevékenykedő művészek is szóba kerültek.
Nekem Kaposvárra jönni több szempontból is fontos, nem csak a Kaposfest miatt. Itt érzem, azon kevés városok egyike ez, ahol azt érzem, hogy a közönség maga akarja és dolgozik azért, hogy legyen például egy ilyen előadás, melyet megelőz ma 16:30-kor egy a zeneiskolásoknak tartott előadás, amelyik a virtuózitásról szól. Szóval ez a kettő, ez nagyon szervesen egymáshoz kapcsolódik, ugyanis nagyon jó hasonlatot mondtál a templommal, valóban úgy megyünk egy koncertterembe, mint ahogy a templomba megyünk, már aki vallásos, és ott ülünk szépen csöndben, és meg nem merünk szólalni, lehet, hogy egy-egy éneket eléneklünk a templomban, a koncertteremben még annyi sincs, tapsolni is, jaj, mikor szabad, vagy mikor nem, az is egy ilyen horrorisztikus dolog, és ez az egész így betemplomosodott, így bemerevedett. De ez a 19. század második felétől kezdve volt így, hogy egyre inkább az előadókat ilyen papoknak, meg ilyen félisteneknek kezdtük el tekinteni, holott ennél sokkal, de sokkal lazább a dolog. Nem véletlen, hogy nincs fiatal a koncertteremben, nem véletlen, hogy nincs fiatal a templomban nagy mennyiségben. Azért, mert ez a keret, ez a struktúra nem vonzó. Ugyanezt lehet csinálni, csak másképpen, egy kicsit kevésbé kell komolyan venni magunkat. Ez nem annyira komoly, hogy ne lehessen vonzóvá tenni a fiataloknak. Erre van egy csomó taktika, meg egy csomó, hogy mondjam, terv a fejemben. Többek között ezért is járok városról városra, és hirdetem ezt az igét, hogy nyugodtan tessék tapsolni tételek között például. Mert Haydn is örült, amikor megtapsolták a szimfóniájának a második tételét annyira, hogy aztán meg is kellett ismételni. Ne legyünk Haydnabbak Haydnnál például. A magyar komoly zenei életben hát egy ideje benne vagyok, és az én zenésztársaim, többek között Keselyák Gergő is, hát nem azt mondom, hogy ilyen nagyon szoros barátságban vagyunk, de azért baráti a viszony kettőnk között. Gergővel együtt készültünk a Zeneakadémiára, tehát 87 óta, vagy 88 óta ismerjük egymást, nem ma volt. És tudom, hogy az ő lelke ugyanilyen lelkes volt akkor is. Az mindenképpen példaadó, hogyha valaki a lelkesedését, azt a fajta gyermeki lelkesedést, amit először megtapasztalt, amikor már nem tudom, valamennyit fölismert a világból, hogy azt meg tudja őrizni a felnőtt korában. És én inkább azokat a zenészeket, azoktól a zenészektől igyekszem magam egy kicsit távolabb tartani magam, akik nagyon-nagyon, hogy mondjam, komolynak tüntetik föl magukat, és közben az előadásaik sajnos nem érik el azt a szintet. Tehát a saját maguk komolyságával, szerepük fontosnak tartásával próbálják kompenzálni a tehetségbeli hiányukat. Ahogy lelkesedést látok valaki, mint például Keselyák Gergőn, akkor büszke vagyok arra, hogy tessék, ennek az embernek ilyen jó ismerőse vagy jó barátja lehetek. Tehát neveket nem tudok mondani, inkább csak hozzáállást tudok mondani, ami rendkívül vonzó számomra. December 11-én a Nagy Zenészek Szerelmi Életét összefoglaló kötet megjelenése kapcsán érkezik ismét Bősze Ádám Somogyország fővárosába. A beszélgetéssel egybekötött könyvbemutató helyszíne a könyvtár lesz, ahol a szerző dedikálja is majd a kötetét. Közös tárlatot szervezett a Kaposfüredi Apró Lépések Alapítvány és a Kaposfüredi Rajzszakkör ősz témában. A helyi művelődési házban állították ki az alkotók az évszakhoz köthető műveiket. Fafaragványokat, termésképeket, rajzokat, de leginkább festményeket csodálhattak meg az érdeklődők. Nemrég a Kulturális Örökség napján mutatták be a Somogy vármegyei levéltárban Récsei Balázs kurátor gondozásában a Kaposvár 1873 a Felemelkedés kezdete című kiállítást. A tárlat előzetes bejelentkezés alapján november közepéig látogatható. Számos helyen koncertezik és küldetésének tartja az éneklés népszerűsítését a Somogy vármegyei Kaposi Morogtató Kórház énekkara. A VOSZ medicinái kórus a zenével is gyógyítani szeretne. Legutóbb a Ruhagyár lakópark Pünkösdi Egyház idős otthonában énekeltek. Yeah.
A többi között egyházi és világi művek is szerepelnek a Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház énekkarának repertoárján. A kórház lelkész Perpékné Pap Éva küldetésüknek is tekinti a gyógyító muzsika megismertetését. Hála Istennek, együtt vagyunk, énekelünk. Először Horváth Jenőné Panika volt, aki összefogta a kórusunkat, és nagyon sokáig vezetett bennünket, nevelt bennünket, fejlesztette énektudásunkat. Majd későbbiekben Ani néni, Kerekesné Pitel Anna vette át a kórus vezetését, és mai napig ő vezet bennünket. Hogy miket énekünk, ezt majd ő fogja elmondani, de először szeretnék egy pár szót ejteni arról, kik vagyunk. Legfőképpen kórházi dolgozó. Az énekkart jelenleg Kaposvár díszpolgára Kerekesné Pitel Anna vezeti. Azt mondja, örül, hogy egyre több intézményben van jelen a muzsika. Mikor engem Mózs Marian igazgatónő fölkért, hogy hát Horváth Jenőnél Panika családi okok miatt nem tudta vállalni, hogy vállaljam el és csináljam, hát szívesen fölvállaltam, és mindig is támogatta a kórus ugyanúgy, mint a jelenleg is, és továbbra is kórház vezetőség. Nagyon örülünk ennek. Most akkor azt mondanám, hogy mi énekelünk egyházi műveket, énekelünk világi műveket, népdalfeldolgozásokat, sokféle színes programmal szeretnénk fölkészülni. Majd most ezek után készülünk már karácsonyra, úgyhogy megígérhetem, hogy esetleg karácsonykor is, ha fogadnak minket, eljövünk egy kicsit énekelni. A Ruhagyár lakópark Pünkösdi Egyház idős otthonában számos lélekemelő programot is szerveznek az időseknek. Ezek a kulturális programok, ezek színessé teszik a mindennapi életüket, és azt hiszem, hogy akik ide jönnek, ide kerülnek, idősek, azok élvezhetik azt, hogy nem csak az ellátásban, színvonalas ellátásban lehet részük, hanem ezek a kulturális programok feldobják a mindennapjaikat, és valóban nem csak ilyen jellegű kulturális programok, hanem egyházi hit életi programokat is szervezünk nekik hétvégén vagy hétközben, és ezek bevonjuk őket valóban, talán meg is tudnak fiatalodni ezeken a programokon. A Vox Medicinája a következő hónapokban még számos adventi koncertre készül, nem csak a városban. Egy november 4-én Kaposváron mártír halált halt férfi Karádi Lajos kabátját állították ki a november 4-i Nemzeti Gyásznapon tartott megemlékezésen. A Szabadság angyalánál mécseseket helyeztek el az 56-os áldozatok emlékére. Ez az a kabát, amelyet Karádi Lajos pékmester viselt 1956-ban Kaposváron hazafelé tartva a munkából. A kabáton jól látszik annak a három golyónak a helye, amelyel a szovjetek oltották ki az életét november 4-én. A férfi felesége azonban kimosta, majd eltette a ruhadarabot. Szabó Péter helytörténész talált rá az ingre egy véletlen folytán. 56 is megérintett több okból is. Gyermekként 4.-5. osztály között álltam, amikor a forradalom kitört, és hát itt voltam ebben a parkban, amikor a szobrot le akarták dönteni, akkor a Petőfi szobornál ott voltam azon az emlékezetes nagygyűlésen,
és hát gyakran eszembe jutnak, mert azok felejthetetlen pillanatok voltak. Unokáim megszületésével ugye ide költöztünk a környéke, itt lakunk a Szent Imre utcában, gyakran jártuk itt a parkot és játszótereket, és az unokáim, ahogy nőttek, érdeklődni kezdtek, kik azok a hősi halottak, akiknek a nevei szerepelnek itt a táblán. És hát megmondom őszintén, hogy nem mindegyikről tudtam, hogy ki, és akkor elhatároztam, hogy utána nézek a dolgoknak. Így jutottam el Karádi Lajoshoz, aki hát egy vétlen polgári lakos volt, pékmester volt. Három árvát hagyott hátra, szerencsétlen vasárnapi napra esett november 4-e, amikor a szovjet hadsereg Taszár irányából Kaposvárra is bejött, és ő az éjszakai műszakból jött hazafelé, és hát váratlanul érte az egész lakosságot, köztük őt is, nem tudták, hogy milyen veszély vár rájuk, és a Vöröstelek utcában laktak albérletbe, akkor azt hiszem Vorosilov utcának hívták, igen, azt az utcát. Három kiskorú gyermeke volt, a legkisebb 2 éves, aztán 7 éves, 3 leány, és 3 árvát hagyott haza. Ő megpróbált átjutni a Német István fasornál, még átjutott. A szovjetek azt a taktikát alkalmazták, hogy az út kereszteződésébe beálltak, ahonnan észak-dél és kelet-nyugat irányba keresztül tudták lőni az utcákat. Így állt itt a börtön előtt, a Kossuth Lajos utcában állt a Szent Imre templom előtt egy tank, és a Damjanich utca park sarkánál állt egy, ugyanis ott egy olyan hely volt, ahol a nemzettőrök szállása volt, katona is tartózkodott, és a szovjetekhez szökött hát áruló magyar katonatisztek és pártfunkcionárisok oda vezették a szovjeteket, hogy itt fasiszták vannak a szokott szöveggel, és hát kíméletlenül mindenkire lőttek, aki ott élt és mozgott a környéken, és többek között ugye hát zömébe a ártatlan polgári lakosság közül is nagyon sokan ott látták a halálukat. A környéken élő szemtanúkat elkezdtem kutatni, és Ozsvát Ferenc nagyon sokat segített, a alpolgármesterünk, szegény Isten nyugasztalja, és ő akkor már ott lakott a mai Takács Gyula téren, az emeleten, katonaviselt ember volt, őnek nagyon jó viszonyban voltunk, ő nekem elmesélte, hogy Leventeként a frontra már bedobták, és a harcokba Balaton felvidékén harcolt is a bátyjával. Hát értett már a fegyverekhez, hadviselési dolgokhoz, és épp a hajnali misére készült volna az édesanyjával, akart azon részt venni, és amikor indulni készült a templomba, akkor látta, hogy egy jelző lövedék sorozatot engedtek meg a park sarkától. És hát mivel katona ember volt, tudta, hogy ez mi, hogy itt valami van, és azonnal rohant, hogy az édesanyjával mi van, értesíti, és őt, ő a börtön előtt lévő szovjet tanknál ott egy katona hevesen integetnek neki, hogy be a kapu alá, és hát sikerült neki bejutni, nem járt olyan szerencsétlenül, mint Karádi Lajos, akkor felkutattam egy olyan házaspárt, gallai házaspárt, szegények, ők is már meghaltak. A kórháza szemben a Talján utca és a Némes István utca sarkán laktak, ők pedig azt látták, amikor a szerencsétlenül járt embert hozták a Dimitrov utcán le, és hát a saruknál letették a hordágyat, és megnézték, hogy a tank milyen irányban áll, átszaladtak oda, és eresztettek egy sorozatot, de ők átértek, és az ablak alatt tették le a hordágyat. Gallai Margó elmondta, hogy ilyen szeles, hűvös idő volt, lefújt a szél a hordágyon fekvő halottról az újságpapírt, és egy vérbefagyott ember volt, hát Karádi Lajos.
A felbecsülhetetlen értékű golyóktól szaggatott inget a Városházán lehet majd megtekinteni a következő hetekben. Új műsorra a legközelebb egy hét múlva, november 15-én szerdán jelentkezünk. Nézzék akkor is a géniuszt. Viszontlátásra!